Szervusztok! Üdvözlök mindenkit a Sziráki Balettnál! Én Sziráki Gábor Balettmester vagyok. Az elkövetkező sorozatban a klasszikus balett alapjaival fogunk foglalkozni, a Vaganova metód szerint. Elmagyarázom, és meg is mutatjuk, hogyan kell végrehajtani szabályosan a klasszikus balett alapvető mozdulatait, kéz, illetve lábtartásait. Ebben segítségemben lesz egy rendkívül tehetséges ifjú balettáncos, Pavleszek László. Megtanultuk a dömi pliét első, második, negyedik és ötödik pozícióban. A következő pliénk, ami szintén nagyon fontos, a grand plié, a nevében is benne van, hogy ez egy nagyon mozdulat lesz, azaz jobban fogjuk hajlítani a térdeinket, mélyebbre lemegyünk, és abból fogunk feljönni. Jó? Tehát első pozícióban fogunk egy grand pliét mutatni, ennek a végrehajtása az eleje, az ugye egy dömi plié, amit már tanultatok, tehát egy dömi pliés helyzetet fölveszünk, majd innen folyamatosan megyünk le tovább egészen addig, amíg már fel kell emelnünk kisi a sarkunkat grand pliébe, és onnan aztán a sarkat vissza. Rakjuk, pliés helyzetben, és nyújtjuk a lábunkat. Tehát a grand plié az alapvetően, hogyha lebontjuk, van egy dömi pliés helyzet, majd amikor már a dömi pliés helyzeteden, ahogy mélyíted lefele, mész le, már nem tudod lent tartani a sarkaidat, akkor picit elemeled a sarkadat a földről, továbbra is mész le, mély Grand Prix-be, nyitod a két térdedet oldalra, sarok picit ugye föl fog emelkedni, de csak épp annyira, amennyire szükségszerű. Nem szabad ráülnöd a sarokra ebben a Grand prix helyzetben, hanem tartani kell, mikor elérted a mélypontodat, onnantól kezdve, Grand onnantól kezdve nyomod le a sarkadat vissza, amennyire csak tudod, eléred ugye a Dömi pliés helyzetedet, és ebből a mély demi Pléé-ből nyújtod ki a két térdedet a lábadat, és visszaérsz az első pozíciós helyzetbe a grand pliének folyamatos mozdulatnak kell lennie. Tehát nem állhatsz meg úgymond ezek közt a fokok között, hogy egy demi plié majd mélyre lemegyek, majd egy demi plié, és nyújtom a térdemet. Ennek egy folyamatos mozdulatnak kell lenni, egy nagyon elasztikus folyamatos mozdulatnak. Nagyon kell figyelned a tartásra, tehát a grand plié legmélyebb pontján, ahogy mondtam, nem ülhetsz rá a sarokra, de nem is tolhatod ki a fenekedet, térdek nem fordulhatnak előre. Laci, légy szíves, folyamatában nekünk egy, egy grand plié első pozícióban és vissza. Jó? Ez egy szép Grand Plié-val. Légy szíves, elképp végre. Grand Plié az első pozíció után, természetesen van második pozícióban is. Nyissuk meg elsőből, ugye? Ezt a Grand Prix-t. A Grand Plié ugyanúgy egy térthajlítás lesz. Az első pozícióhoz képest ez egy kivételes Grand Plié, mert itt a legmélyebb pontján a Pliédnek, azaz a Grand Pliédnek, második pozícióban soha nem emeljük fel a sarkat Grand Prix-be. Jó, tehát a Grand Prix második pozíció az nagyban különbözik az első pozíciós Grand Prix-től, a negyedik, illetve az ötödik pozícióstól, mert ezekben a pozíciókban föl fogod enyhén emelni a sarkadat, míg a második pozíciós Grand Prix-ben le kell szorítani a sarkadat a földre, és így nyitod meg maximálisan két, oldalra két oldalt a térdeden, és így éred a legmélyebb pontodat, a Grand Prix-ben, második pozícióban. Laci, légy csinál egy Grand Prix-et nekünk, második pozícióban. Olyan mélyre megy, amennyire az lesz, engedi, megnyitja, és nyújtja. Tehát ez a térthajlítás második pozícióban majd, hogy nem, teljesen ö, egyenest ö, lement olyan mélyre, hogy a, a térdei azok szinte egy ilyen 90 fokos szöget zár be a lába. Ez természetesen mindenkinél annyira mély ez a grand plié, amennyire az adottságai engedik, de nyilván ezt lehet fejleszteni, és ha sokat csinálod, akkor ez fejlődni is fog. Mutas légy szíves, még egy grand plié. Nagyon fontos, amit már elmondtam az első pozíciónál is, hogy nem dugjuk ki hátra a felekünket, hanem tartjuk, nagyon egyenes megyünk le, és ebből az egyenes tartásból nyújtjuk ki a két térdet, és érünk vissza a kezdő pozíciónkba, a második pozíciónkba. Tehát a második pozícióban soha ne emeljétek föl a sarkatokat Grand Play-ben. Csináljunk most egy Grand Play-et negyedik pozícióban, egy dömi rondal vettük fel ezt a negyedik pozíciót, a negyedik pozíciónak a szabályait már ismeritek. Tehát a Grand Play is ugyanaz a folyamata, van egy dömi pliénk, egy mély dömi pliénk, onnan már nem bírom lent tartani a sarkamat, tehát fölemelem egy kicsit, lemegyek a legmélyebb pontra, onnan nyomom vissza, dömiplés helyzetben majd nyújtom a térdevet. Ahogy láttátok, nagyon szépen, a Laci nagyon szépen csinálta, hogy nyílt ez a lába teljesen kifele, ugye a térde a lábfejének az irányába, ebbe az irányba, és az előlévő lévő lábának pedig a térde pedig abba az irányba, tehát ez vonalába, ahogy láttátok, két ilyen párhuzamos vonalat láttunk kinyitva, és ahogy látjátok, ugye a bokák itt nem dőlhetnek le. Ez a sarok elemelkedés, ahogy már mondtam az első pozícióban is, ez csak annyira emelkedik el, amennyire szükségszerű. Tehát ez még véletlenül sem egy ilyen magas rövés tap helyzet, mert ez csak annyira emelkedik el, amennyire az áki leszed miatt ennek emelkednie kell. Itt nagyon figyelni kell arra, hogy a csípőnek ugye egyenes előre fel kell nézni. A Két csontnak, tehát itt nem fordulhat el semennyire ez a póz. Nyilván a negyedik pozíciós Grand nek a végrehajtása az nehezebb, mint az első pozíciós, illetve a második pozíciós, ezért megmutatjuk most még egyszer. Tehát egy nagyon szép folyamatos Grand Play-t mutatunk negyedik pozícióban, és onnan aztán jön föl folyamatosan, és nyújtja a térdét. Ez volt a Grand Play negyedik pozícióban. Grand Plié ötödik pozícióban, a negyedik pozícióban bezárjuk tandünk keresztül, ugye ötödik pozícióban a lábunkat, és itt ötödik pozícióban csinálunk a Grand plié -t. ugyanúgy, ahogy az eddigiekben, tehát először egy demi plié, majd onnan mélyítjük, mélyítjük, picit megemeljük, lemegyünk a legmélyebb pontra, és már toljuk is vissza a sarkat, demi plié, sarok lett és nyújtjuk a térde. Itt megint csak ugyanazok a szempontok vannak, a térdek nyitására nagyon kell figyelni, nagyon kell figyelni arra, hogy ne üljünk rá erre a Grand Prix. re tehát ne üljünk rá a sarkunkra, ne dugjuk ki a fenekünket, illetve ne húzzuk túlzottan magunk alá a fenekünket, és a legmélyebb ponton próbáljunk állni a két lábunkon. Ez minden Grand Prix-re vonatkozik, hiszen ez a Grand Prix gyakorlat nem csak a rúd mellett lesz, hanem ezzel középre is mozdulni fogunk, tehát középen is meg fogjuk csinálni a Grand Prix-t, ahol ugye nem lesz támaszték ott, tehát a lábadon kell állni, mert nem lesz ott a rúd. Jó, tehát a helyes tartásra nagyon figyeljünk, és lehetőleg álljunk a Grand Prix-ben a lábunkon. Tehát megmutatjuk még egyszer, Laci, legyen olyan kedves ezt a Grand Prix. És sarok vissza. Nagyon szép volt. Ilyen folyamatosan kell ezt végrehajtani, természetesen ez függ az elejébeosztástól először, amikor csináljátok, akkor mindig rúddal szembe csináljátok, és egy ilyen lassú beosztásba, tehát lassan hajtsátok végre a Grand Play-t, és aztán, amikor már jobban tudjátok és profibbak vagytok, akkor elfordultok a rúd mellé, és majd karvezetéssel fogjátok ezt csinálni, fél vagy egész sportdöbrával ezeket a Grand Play gyakorlatokat. Remélem tetszett, amit láttatok. Kérlek titeket, hogy nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok föl a Sziráki Balett YouTube csatornájára. És ne felejtsétek, a klasszikus balett jó!